A diák önkormányzatok fő célkitűzései között szerepel a város iskolái közötti együttműködés javítása, vagy a helyi kulturális élet fellendítése, emellett segítik az ünnepségek, megemlékezések és egyéb rendezvények szervezését, valamint saját ötleteikkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez, szépítéséhez. A Karcagvárosi Diák Önkormányzat fórumot és vezetőségválasztást tartott a Városházán. A részletekről Bálega János, a Központi Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetőjét kérdeztük. A Városi Diák Önkormányzat legfontosabb célja itt helyben, hogy a fiatalokat összefogja, a fiatalok hangja legyen az önkormányzat felé, kialakítson együttműködéseket a helyi iskolák között, kialakítson együttműködéseket helyi civil szervezetekkel, és a legfontosabb szerepe, hogy tényleg a fiatalok ne probléma forrásként éljék meg saját magukat vagy őket, hanem probléma megoldóként. Bálega János hozzátette, hogy 3 középiskola egy-egy fiatalja adta be a vezetőségi jelöltségét. 2 lány és 1 fiú mérettette meg magát. Arra kérdésre is választ kaptunk, hogy kik indulhattak a választáson. A Városi Diákfórumra az iskolák küldik el a diákokat, az iskolák delegáltjairól van ezáltal szó. Az iskolák küldik őket, és a szavazatukat adják le a vezetőségre. A jelöltekre pedig egy pályázat útján lehet jelentkezni, a jelöltségre, a vezetőségi jelöltekre. Ezek a pályázatok már februárban az iskolában voltak, és ma a választás történt. A fiataloknak minden hónapban 2 vezetőségi alkalmuk, 1 stáb találkozójuk és havonta 1 programjuk kell, hogy legyen, melyet ők szerveznek. Ez a program elég széles palettán mozgó, sokszínű esemény is lehet. Az egyszerű kézműves foglalkozástól egy önkéntes tevékenységig, vagy diákbáltól egy sportnapig, vagy állatmenhely látogatásig. A diák önkormányzat munkáját városunk vezetése is folyamatosan figyelemmel követi. Az eseményen köszöntőt mondott Szepesi Tibor polgármester is, aki elmondta, nagyon büszke a diák önkormányzat tagjaira. Hosszú évek óta együttműködünk, és hosszú évek óta működik Karcagon a diák önkormányzat, és egyre sikeresebben működik a diák önkormányzat. Hiszen emlékszem azokra az évekre, amikor még szinte a segítőknek kellett működtetni és üzemeltetni a diák önkormányzat üléseit, gyakorlatilag meg kellett mondani azt, hogy hogyan kell működni egy diák önkormányzatnak, milyen programokat szervezzen meg saját magának, de eljutottunk arra a szintre, és én ennek borzasztóan örülök, amikor fordult a kocka, és most már valóban egy olyan diák önkormányzati szervezet létezik Karcagon, ami csúnya szó ezt mondani, de alulról építkezik, és önmagának szervezi a programokat, önmaga találja ki azt, hogy mire van szüksége a fiatalságnak, és nem csak kitalálja, hanem meg is szervezi. Polgármester úr megköszönte a diák önkormányzat leköszönő tagjainak a munkáját, és azt, hogy odafigyeltek a karcagi fiatalokra. Hozzátette, biztos abban, hogy az újonnan megválasztott tagok is hasonló lelkesedéssel vetik bele magukat a munkába. Polgármester úr köszöntő gondolatai után megválasztásra került az új vezetőség is. Csapó Marianna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulója lett az elnök. Az alelnökök Kentési Máté, a KSC Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégium diákja, valamint Jónás Tímea, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium tanulója lettek. Lehetőségünk volt a diák önkormányzat megválasztott elnökével beszélgetni a fórumon. Csapó Marianna elmondta, közösségi embernek tartja magát, és dolgozott már gyerekek között is, így izgalmas kihívásnak tekinti ezt a lehetőséget. Képzések miatt szerettem volna leginkább erre jelentkezni, mert a jövőben szeretnék mindenféleképpen emberek között dolgozni, vagy embereknek segíteni, és úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes lehetőség lenne számomra. A fiatal lányt megkérdeztük arról is, milyen célokat tűzött ki maga elé, és vannak-e már olyan programjai, amit szeretne megvalósítani? Igazából nincsenek konkrét céljaim, de mindenféleképpen szeretnék a programok szervezésében segíteni, a diáktársaimmal kommunikációt tartani, megismerni új embereket. Szeretném ezt megvalósítani. A Karcag Televíziós stábja nevében mi is jó munkát, valamint tartalmas és színvonalas programokat kívánunk a Városi Diák Önkormányzat megválasztott vezetőségének és tagjainak.